egy koncertméretű Baton Rouge ukulelét szeretnék bemutatni nektek. Mahagóniból készült, nagyon szép szegélybe rakással. Ezen nincs Heveder tartó gyárilag. És a modell neve, a típus neve UV11CSCR. Könnyen megjegyezhető. Én biztos, hogy nem tudom megjegyezni. De hát nem is az a lényeg, hanem hogy hogyan szól, milyen rajta a játékélmény. És persze, hogy hogy néz ki. Hát egy kicsi sötétebb mahagóni, mint amit én megszoktam, ez ilyen sötét, vöröses, barnás. A Baton Rouge-oknál külön figyelmet szoktam fordítani a hanguló kulcsokra. Mert több Baton Rouge-nál tapasztaltam, hogy picit nehezen lehet őket tekerni. Lehet őket tekerni, csak egy kicsit nagyobb erőkifejtéssel, mint általában más ukuleléken. Úgyhogy nagyon kíváncsi voltam, hogy ezen milyen a hanguló kulcs, mert a ránézése is kicsit más, mások a hanguló kulcsok, mint a többi általam kipróbált Baton Rouge-on, és hát komolyan mondom, az egyik legjobb hanguló kulcs. Annyira jól lehet forgatni, egészen csak picit kell hozzáérni, és érzi az ember, hogy a legkisebb mozdulatra is reagál a hanguló kulcs, és nem kell különösebben sok erőt kifejteni ahhoz, hogy be tudjuk hangolni. Visszafogottabb hangja van, nem túl hangos. Hát egy kis búsítet szeretnék mondani, akkor azt mondom, hogy bársonyos a hangja. Egyébként tényleg olyan finom hangja van. És elegáns nagyon a megjelenése, mondom, ezekkel a szegélybe rakásokkal. Úgyhogy ez jó választás lehet kezdőknek, akik koncertméretű ukulelét keresnek. Még egyszer mondom, hogy a Heveder tartógomb hiánya az valakit lehet, hogy zavar, de akinek nem hiányzik a Heveder tartógomb, és bejön neki ez az indiános fehér fejdísz, ha már indiánokról beszélünk, és ez tényleg fejdísz, akkor megfontolhatja egy ilyen Baton Rouge-nak a beszerzését.